Sziasztok! Ez a viselkedés biológia nektek, veletek. Én Bognár Zsófi vagyok, az etológia tanszék doktorandusza, és a kutatási témám a fejforma és a viselkedés kapcsolata kutyákban. Én pedig Lenkei Rita vagyok, doktorjelölt, témám pedig a kutyák szeparációs viselkedése és önreprezentációs képességük. A viselkedés biológia nektek, veletek nem más, mint egy videósorozat az ELTE etológia tanszékéről, amit azért készítettünk, hogy közelebb hozzuk számotokra a tudományt, és bemutassuk a tanszéken működő nagyobb kutatócsoportokat. Így első kézből tudhatjátok meg, hogy hogyan zajlik egy etológiai vizsgálat, milyen módszerekkel dolgozunk, hallhattok legérdekesebb eredményeinkről, és azt is elmondjuk, hogy jelenleg milyen vizsgálatokra várunk jelentkezőket. Az első két részben bepillantást nyerhettek egy kutató mindennapjaiba, megismerhetitek a kutatás menetét, a kérdésfelvetéstől egészen az eredmények publikálásáig, és azt is nyomon követhetitek, hogy mi történik egy gazdával és kutyájával a tanszékre érkezve. Etológia tanszéken jelenleg 71 kutató és PhD hallgató, és több mint 60 graduális hallgató dolgozik és tanul. Végzettségét tekintve legtöbbünk biológus, de vannak köztünk pszichológusok, állatorvosok, kognitív idegtudósok, sőt, több kutyakiképző is. Színes társaság vagyunk, de két dolog közös mindannyiunkban. A tudomány és a kutyák szeretete. Így nem is meglepő, hogy átlagosan 0,89 saját kutya jut a tanszéken egy emberre. Vagyis gyakorlatilag mindenkire jut egy kutya. De mi is az az etológia, és főleg mit csinál egy etológus? Az etológia az a biológiának az egyik nagyon izgalmas, és szerintem szinte mindenki által érthető ágazata, ahol tulajdonképpen arra a kérdésre keressük a választ, hogy mit csinálnak az állatok, és miért csinálják. Tehát tulajdonképpen ez a viselkedés kutatásának a biológiailag tudományos formája. A kutatónak lenni ez egy roppant rugalmas elfoglaltság. És ebből nem azt kell kihallani, hogy akkor én mindig lógok, és soha nem csinálok semmit, hanem inkább arról beszélünk, hogy az idő legnagyobb részében vagy kutatással kapcsolatos dolgokat csinálunk, vagy pedig azon gondolkozunk, hogy mit kutassunk és hogyan, vagy esetleg mit nem kutattunk jól. Tehát tulajdonképpen egy kutató, legyen az egy etológus, vagy bármilyen más biológiai témában dolgozó, tehát genetikus, immunológus és a többi, az idejének a nagy részét vagy az aktív kutatással tölti, vagy mondjuk diákok mentorálásával, vagy pedig azon gondolkodva, hogy mit is lehetne csinálni. Az etológia tanszék kutatóinak az egyik első kutyákkal kapcsolatos kutatása az volt, hogy miben hasonlít a kutyák és a gyerekek kötődése. Ha megfigyeljük például a játszótéren játszó gyerekeket, láthatjuk, hogy félszemük mindig az anyjukon van, hiszen ő nyújtja számukra a biztonságot. Ha pedig megijednek valamitől, ha addig nem is tudtuk volna, melyik gyereknek ki az anyukája, rögtön kiderül, mert hozzájuk fognak szaladni. Ha parkban játszó kutyákat látunk, feltűnhet, hogy nagyon hasonló jeleneteknek lehetünk szemtanúi. Megfigyelésünk alapján tehát felmerülhet bennünk az a kérdés, hogy vajon ez azt jelenti-e, hogy a kutya-gazda kapcsolat hasonló az anya-gyermek kapcsolathoz. Ha eszünkbe jut egy érdekes kérdés, a legelső lépés az, hogy utána nézzünk a szakirodalomban. Vizsgálta esetleg már más az adott problémát, mit tudunk az adott témában, vagy épp hol vannak lyukak a tudásunkban. Tehát, hogyha van egy jó kérdésünk, akkor fontos, hogy megfogalmazzunk hipotéziseket, hogy mi az, amit várunk. Tehát nem lehet csak úgy belekérdezni a világba, hanem számba kell venni, hogy milyen lehetőségek fordulhatnak elő. Tehát például arra vagyunk kíváncsiak, hogy nem tudom, a fiatal és az idősebb kutyák valamiben különböznek-e, akkor az addigi szakirodalmi adatok alapján, vagy a kutyakiképzők tapasztalatai alapján van egy elképzelésünk, hogy azt várjuk,
hogy a fiatalok kicsit ilyenebbek, kicsit olyanabbak lesznek. De azért soha nem zárjuk ki azt a lehetőséget, hogy nincs különbség. Tehát nekünk volt egy ötletünk, de nem jött be. Ez nem baj. Nem az a jó kutatás, ahol beválik a hipotézis, hanem ami tisztességes módszertannal van megcsinálva. Ha van tehát egy kérdésünk, hipotézisünk és alternatíváink, hogy milyen eredményekre számítunk, akkor elkezdünk egy olyan kísérletet tervezni, amivel választ kaphatunk rá, és egyben arra is alkalmas, hogy az alternatív hipotéziseinket kizárjuk vele. Kutatásunk ezen szakaszában még mindig maradunk a papírmunkánál, és először készítünk egy elméleti protokollt, ahol nagyon részletesen pontról pontra írjuk le, hogy hogyan tervezzük elvégezni a kísérletet. A protokoll szerepe kettős. Egyrészt segítségével tényleg a legapróbb részletekig végig gondoljuk a kísérletünket, illetve ez teszi lehetővé, hogy az később reprodukálható legyen. Ha úgy kezdünk kísérletet végezni, hogy nincs egy részletes recept hozzá a kezünkben, hogy pontosan mit, miért és hogyan fogunk csinálni, akkor nem fogjuk tudni semmi, sem mások 1, 5 vagy akár 10 év múlva megismételni. Holott a tudomány alapköve a megismételhetőség. A protokollban leírjuk a helyszínt, a használt eszközöket, a mérendő csoportokat, és persze rendkívül részletesen, hogy mit is csinálunk, vagyis magát a módszert. Nem ritkán másodperc pontossággal, hogy épp mikor mi történik a kísérlet során. Elkészítéséhez rengeteg tényezőt veszünk számba, és meghatározzuk azokat is, amelyekre igyekszünk kontrollálni. Nagyon sok szempont alapján vetjük össze tulajdonképpen a protokollt a lehetőségeinkkel, és néha nyilván jó lenne 120 kutyát lemérni, mert akkor lenne legbiztosabb az eredmény, meg akkor tudnánk a legtöbbféle tényezőt figyelembe venni, mert mindig jönnek ezek a gondolatok, és ezek nagyon jó ötletek, hogy de mi van, ha a tréningezettség számít? De mi van, ha a méret számít? De mi van, ha az ivartalanítás számít? Igen. Ez mind számíthat, csak nem tudunk mindent egyszerre vizsgálni. Tehát nekünk muszáj bizonyos dolgokat stabilan tartani, tehát akkor azt mondom, hogy ha van két csoportom, az egyiket kezelem, a másikat nem, akkor nem tudok foglalkozni mondjuk a fajtával, vagy az életkorral, akkor kiegyensúlyozom őket erre, ami annyit jelent, hogy ugyanannyi kancukát, vagy ivartalanítottat veszek be az egyik csoportba, mint a másikba, és akkor ha van is ennek hatása, nem fog érvényesülni a két csoport közötti különbségben, mert mind a kettő ugyanolyan lesz ilyen szempontból, és akkor ezt egy kicsit ki tudom engedni a rendszerből, és arra a tényezőre tudok koncentrálni, ami engem érdekelt. A klasszikus viselkedésteszteket egy laborban végezzük, ami valójában egy üres szoba, egy kamera és egy mikrofonrendszerrel felszerelve. A kutató dolga életet vinni bele és berendezni a saját kísérletének megfelelően. Ez az egyik legérdekesebb része a munkánknak. Szemben sok más tudományággal, ahol már meglévő műszerekkel dolgoznak, itt szinte csak a kreativitásunkon múlik, hogy milyen eszközöket használunk és módszereket dolgozunk ki, hogy választ kapjunk az adott kérdésünkre. Ez gyakran azt is jelenti, hogy mi magunk fúrunk, faragunk, vagy például olyan hétköznapi tárgyakat használunk fel, mint távirányítós kisautók, virágcserepek, autópályás gyerekszőnyeg, vagy éppen építőkockák. Még a nagyon profi kutatóknak is egy tökéletesen megírt protokoll nem biztos, hogy elsőre sikerül. Mégpedig azért nem, mert amikor egy új vizsgálatot kezdünk el, nagyon sok tényező bizonytalan, nem tudjuk előre, mi fog történni. Tehát ilyenkor van az, hogy írunk egy protokollt, és végzünk ennek nyomán úgymond elővizsgálatokat. Az elővizsgálat során kiderülhet, hogy amit úgy gondoltunk, hogy nagyon jól fog a protokollban működni, az nem működik, mert nem jó berendezést terveztünk, vagy nem jól gondoltuk, hogy milyen messze, milyen távol, milyen hosszú ideig kell dolgokat csinálni, akkor változtatunk a protokollon. De az nagyon fontos, hogy miközben így ezeket az elővizsgálatokat, vagy pilóta teszteket végezzük, sajnos közben azokat az eredményeket, azokat az alanyokat a legtöbb esetben úgymond elveszítjük. Tehát őket majd nem fogom tudni használni a fő elemzésem során, hiszen közben a protokoll lépésről lépésre változik. Amikor elkészültünk a protokoll végleges verziójával, még mindig nem csapunk bele az alanyok letesztelésébe,
hanem egy tanszéki értekezleten mutatjuk be, hogy mi az, amit csinálni tervezünk. Mivel bár jó ideje törjük a fejünket az adott problémán, mégis a több szem többet lát elve itt is érvényesül, és a kollégák felhívhatják a figyelmünket olyan részletekre, amelyek felett elsiklottunk, de ezen a ponton még van lehetőségünk javítani rajta. Mióta először felmerült bennünk a kérdés, tehát már hónapok, akár egy év is eltelt, és valójában még mindig alig álltunk fel a tervezőasztaltól. Mondhatni csak gondolkodtunk. Ha minden jól ment, viszont most már tényleg zöld út áll előttünk, hogy megkezdjük az adatgyűjtést. Vagyis érkezhetnek a kutyák. A következő részben végigkíséljük egy kutya és gazdája látogatását a tanszéken, megtudhatjuk, hogyan alakítjuk a viselkedést számokká, és hogy hogyan is néz ki az immáron több éve tartó munkánk gyümölcse, vagyis egy tudományos publikáció. Tartsatok velünk legközelebb is! Mm-hmm.